Megújult a Miskolc Pass, a turisztikai kártya 2015 óta segíti a turisták miskolci tartózkodását és biztosít ingyenes belépőket, valamint kedvezményeket a vásárlók számára. A csaknem 10 éves kártya megújulásáról tartott sajtótájékoztatót Szopkó Tibor alpolgármester és Tóth Bodnár Krisztina, a Mitmár Kft. Ügyvezetője, ahol bemutatták a turisztikai kártyák elfogadó helyeiről készült új katalógust és imásfilmet is. Megújult arculattal és számos új partnerrel jelentkezett a Miskolc Pass turisztikai kártya. Ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatót Szopkó Tibor alpolgármester és Tóth Bodnár Krisztina, a Midmar Kft. Ügyvezetője. Az eseményen bemutatták a turisztikai kártyát és egy Miskolcot népszerűsítő imásfilmet, valamint azt az új katalógust is, amely leírja a Miskolc Pass előnyeit és elfogadó helyeit. A kártya alapvetően nagyon sok ingyenes szolgáltat tartalmaz. Tehát azon kívül, hogy a korlátlan mértékben lehet a közösségi közlekedést használni, a legnagyobb, legismertebb látnivalóinkhoz egy alkalommal ingyenes belépést biztosít ez a kártya. A Miskolc Pass turisztikai kártya egyszeri ingyenes belépést biztosít például a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőbe, vagy az Ellipsum élmény és strandfürdőbe, a Miskolci állatkertbe, a Herman Ottó múzeumba, a Selyemréti strandfürdőbe, illetve a Szeleta Park látogatóközpontba. A fürdők és látnivalók mellett éttermek, üzletek és kalandparkok is nyújtanak kedvezményt szolgáltatásaik árából. Azonban nem csak a turisták számára érdekes ez a kártyacsalád, hiszen a miskolci lakcímmel rendelkezők számára is különböző előnyöket képes biztosítani a Miskolc Pass kártya. Ezt konkrétan a klasszik kártya megvásárlásával tudják elérni a miskolciak. A 24, 48, 72 vagy 120 óráig érvényes turisztikai kártyák és a kiegészítő gyermekkártyák, valamint a Miskolc Pass klasszik lakossági kártya személyesen a Turinform irodában, valamint online is megvásárolható.